Köszöntöm Önöket a Kultúrpont eheti adásában, megtudhatják, hogy milyen leletekre bukkantak a régészek a harmadik kerületben. Megismerhetik az Urbán Verbunk formabontó koncepción alapuló produkcióját, amely a mesterséges intelligenciáról és más globális társadalmi kérdésekről szól. A következő percekben azonban a világűrbe, holdbéli tájakra és elképzelt vidékekre látogatunk el a Hegyvidék Galéria kiállításának segítségével. A tárlat Bereznai Tamás grafikus művész, valamint Dein Balázs és Drége Imre fotóművészek alkotásait mutatja be. Az Apollo program az emberiség történetének egyik legjelentősebb vállalkozása volt, amelynek köszönhetően először léphetett ember a Holdra. A Föld kísérőjének felfedezését lehetővé tévő űrprogram számos új eredménnyel járt, amely nem csak a tudomány számára volt fontos. A Hold program a művészek fantáziáját is megmozgatta. Drége Imre fotóművész sorozata részben a Hold programnak állít emléket. Ez a kép az Apollo 11. Ez egy részint meglévő képekből kombinált, vagy ilyen kollázsmontásszerűen összeállított fiktív kép. Ez azért egy ilyen fontos kép az egészből, mert hogy ezen az egész történet valahogy úgy minden megjelenik, ami fontos ebben a témában. És szimbolikus figuraként a három bionicle figura a egyetlen úgymond élő szereplője a képeinek, kivéve a bogarakat persze, de hogy ők egyszerűen a felfedezőknek a szimbólumai, másrészt pedig a három űrhajós, akik mindig hat alkalommal ugye az Apollo program alatt meghódítottak valamit, meghódították a holdfelszínt, és fölöttük pedig egy szkenner fotó, egy holdgömbről, ami azt jelenti, hogy kamera nélküli felvétel, ugyanúgy, ahogyan a fotogram is többek között. Tehát egy szkennerrel be van szkennelve a holdgömb, és egy olyan oldala, vagy egy olyan részlete látszik, amin a jelölések között megtalálható az Apollo 11-nek a pontos helye, a landing site-ja a Nyugalom tengerének a szélén. Dein Balázs fotóművész alkotásain űrdokumentumokként jelenített meg hétköznapi tárgyakat. Egyik legújabb képe a holdfázisok segítségével az időmúlását mutatja be. Minden egyes kép egy időintervallumot mutat be, ez az egy hónapot mutatja be, és ahhoz a holdat választotta, mert ugye egy holdciklus az egy hónap, és minden egyes kép ebben a sorozatban magára az időről, arról az időről szól, ami a hozzá kapcsolódó időintervallumról szól, és vizuálisan is egy olyan megjelenítést kerestem hozzá, ami szintén ehhez kapcsolódik, és minden egyes kép annyi ideig is készül analóg fotografikus technikával, ami az adott időintervallum. Tehát az egyéves kép az valóban egy egyévig exponált fotó, ez pedig egy hónapig készült fotó, úgyhogy minden egyes holdfázis, amik itt láthatóak, az egy 24 órás expozíció egy régi harmonika kihúzatos fakamerával. Tehát és akkor így adja ki az egy hónapot maga a kép időben. És amúgy csak így visszautalva erre a hétköznapi tárgyak és az űr bemutatására, hogy itt sem nyilván nem a holdat fotóztam le, hanem igazából egy Hungarocell gömböt világítottam be minden nap más szögből, és akkor úgy fotózgattam be, és abból lett aztán ez a holdnaptár. Bereznai Tamás grafikus művész munkásságában is fontosak a különböző manipulációs eljárások. Képei által egy különleges fantázia világba léphetünk. Igyekszek mindig, hogy is fogalmazzak, rendhagyó
vagy esetleg ritkán elérhető eszközöket választani, és olyan technikákat keverni, amik nagyon nem illenek össze, és próbálom megtalálni a közös utat. Például, hogy néhány konkrétumot felsoroljak, én próbálok úgy labor körülmények között végzett fotónagyításokat készíteni, vagy készítetni, amiket nem fényképezővel hoztunk létre képeket, hanem digitális úton, módon. Mert ugye azt tudjuk, hogy a labor körülmények között lenagyított barit fotók, azok fényképezővel készülnek filmre, én viszont ezt a filmet, ezt digitális úton hozom létre. És számomra ez a különlegesség, ami mögöttem látható néhány kép, a Szentendre lógó belekkel című sorozatom. Itt ezt 3D-s modellezéssel hoztam létre a képeket, digitális úton, és ez pedig a offset technikában, offset nyomtatásban használt filmre, egy ilyen nagyon sűrű rasterráccsal vittük filmre, és ezt a filmet nagyították le a fotolaborban. A kiállítás egyik célja, hogy rámutasson a fotográfia eszköztárának sok színűségére, amelynek révén képzeletbeli világokba nyerhetünk bepillantást. A mindennapjainkat egyre jobban befolyásoló mesterséges intelligencia az egyik központi témája az Urban Verbunk legújabb produkciójának. A látványos táncshow december 5-én debütál majd a Nemzeti Táncszínház színpadán. Irrés Regele Mártonnal, a társulat kommunikációs vezetőjével nem csak a darab születéséről beszélgetünk, de az is kiderül, hogy milyen látványelemek teszik majd igazán monumentálissá a produkciót. Szerusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Ugye ennek az előadásnak az egyik legfontosabb témája a mesterséges intelligencia térhódítása. Miért éreztétek azt fontosnak, hogy éppen egy táncelőadásban hívjátok erre fel a figyelmet? Azért köszönöm a meghívást. Azért éreztük fontosnak, hogy az előadás elsősorban a négy őselemre épül, tűz, víz, föld, levegő, és erre jön, mint egy ötödik elemként a mesterséges intelligencia, és azért tartottuk fontosnak, hogy ezt behozzuk, mert ugye a négy őselem, és ezeknek, hogy bánik vele az ember, ez egy időtlen téma, és ebbe nagyon fontosnak tartottuk behozni egy időszerű témát is, amilyen a mesterséges intelligencia, ami bár a napjainkat egyre jobban befolyásolja, és egyre több szó esik róla, a színpadi táncművészetben és még nem annyira elterjedt, ez nem kerül annyiszor bemutatásra, ezért fontosnak tartottuk, hogy ez is a színpadi táncművészetben is elkezdődjön ez a téma. Hogyan hathat a táncművészetre a mesterséges intelligencia megjelenése? Például, ha nem is a való életben vagy a tánc színpadokon, de például a filmekben, videókban átveheti az élő táncosok szerepét majd? Én úgy gondolom, hogy elkészített videós anyagokban ez egy lehetőség. Technikával, a technika egyre modernebb, egyre fejlettebb, mindent meg lehet oldani. Tehát ha elég jól használják a technikát, akkor igenis lehet helyettesíteni akár filmekben a táncosokat. Színpadon hála Istennek egyelőre még nem, úgyhogy egy egészen más élményt nyújt az, ha valaki színpadon látja a táncost, és ha valaki videón, vagy bármilyen más felvételen. Úgyhogy bár egyelőre, hála Istennek, lekopogom a színpadi táncművészetben, még nem tud ilyen módon teret hódítani a mesterséges intelligencia, nem zárhatjuk ki sajnos. Azt mondtad ugye, hogy ez az ötödik őselem, ilyen erős hatást tulajdonítotok neki már most? Mármint úgy érted, hogy az előadásban? Az előadásban és napjainkban. Nem kizárt, igen. Tehát nem kizárt, hogy akár egy 5-10 éves távlatban már úgy fogunk rá tekinteni, mint hogyha legalábbis annyira fontos lenne, mint akár a víz az életünkben. Úgyhogy hála Istennek ebben a pillanatban szerintem még nem tartunk ott, de ez egy nagyon is reális jövőkép.
Mennyire ad fogóckodót az előadás ahhoz, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez az új jelenséghez? Nagyon is. Tehát az egész előadás ezen a koncepción azt mutatja be, hogy hogyan bánik az ember a négy őselem és a mesterséges intelligencia adta környezetével, és hogyan bánt a történelemben, vagy a történelem során, hogyan bánunk most vele, és hogy ennek fényében mire számíthatunk a jövőben. Az előadásban megjelennek az ember okozta környezetvédelmi károk, mint például az erdőtüzek, vagy az áradások, illetve megjelennek olyan globális társadalmi problémák, amik az nem csak a jelenben, hanem a történelem során is felmerültek az emberiség történetében, például a faji alapú megkülönböztetés, vagy akár a holokauszt. Tehát ezek egy apró, hogy mondjam, egy rész témák a négy őselem és a mesterséges intelligencia adta kereteken belül, aminek a vonalán az előadás végigmegy. Nyilván nehéz erre a kérdésre válaszolni, de hogyan lehet ezt konkretizálni a színpadon, hogyan lehet érthetővé tenni, hogy a néző értse azt, ami ott történik, mit akar neki üzenni az a koreográfia? Az előadást grandiózus vizuális elemek kísérik, tehát vetítés van a táncosok háta mögött, óriási, hogy mondjam, színpadelemek, rendkívül monumentális színpadelemeket használunk díszletnek, mint például egy több, majdnem 2500 liter vízzel feltöltött medencét. Ennek például mi lesz a szerepe? Hát gondolom nem nagy titkot árulok el azzal, hogy a négy őselemből a víz tételben szerepel. Na jó, de hogyan? Azt sejtettem, de hát, hogy ez egy meglepetés? Részben, nem akarom teljesen elárulni. A táncosok, tehát rendesen táncolnak a vízben, ebben az óriási medencében a színpadon. Tehát ez nem csak egy kísérő elem, hanem a táncosok koreográfiájában is alapszerepet kap. Van-e lineáris története ennek a darabnak, vagy kisebb képekből épül fel? A koreográfia legfontosabb eleme az Urban Verbunk által létrehozott teljesen egyedi táncstílus. Ez a magyar néptánckultúra alapjaira épül, ugyanakkor egy teljesen egyedülálló, a világon egyedülálló táncstílus, és ezt alapítónk és művészeti vezetőnk Musza Ahmed hozta létre, és minden koreográfiában ez a táncstílus szerepel, és alapvetően az előadás felépítése lineáris, ugyanakkor nehéz megítélni például, hogy a négy őselem közül melyik volt először, erről tudományos vitákat is vezethetnénk, tehát olyan értelemben időszerű időrendben talán nem lineáris, hiszen nem tudja megmondani az ember, hogy éppen honnan érdemes kezdeni, viszont nagyon érthető, nagyon értelmezhető, hiszen egy nagyon könnyen felfogható alapra épül az egész ezzel a négy elemmel és a mesterséges intelligenciával. Beszéljünk egy picit az előadás zenei világáról, amely szintén különleges lesz, többféle műfaj megjelenik majd. Melyek lesznek ezek, és hogyan próbáljátok megötvözni őket? Az előadás zenei világa is rendkívüli módon újra gondolt. Komoly zene és a legismertebb komoly zenei és opera darabok kerülnek ötvözésre a leghíresebb pop előadók slágereivel. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert úgy gondoltuk, hogy ez a modern, 21. századi városi embernek megfoghatóbbá teszi az előadást, hiszen ő könnyebben tud kapcsolódni, hogyha azt látja, hogy a színpadon olyanra táncolnak a táncosok, olyan zenére, amit ő felismer, amit ő szokott otthon hallgatni, és ezáltal sokkal könnyebben fogja tudni értelmezni azt, amit a színpadon lát. Ez egyébként a kulcs a nézőkhöz, a 21. századi nézőkhöz, hogy minél többféle eszközzel próbáltok megélni a színpadon, akár zenében, akár látványban? Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, igen, hiszen akármennyire is gazdag a magyar néptánc alapja, vagyis ebben a magyar népi kultúra által adott alapok, akármennyire is jelentősek, tényleg a hétköznapi embernek
sajnos önmagában nem tűnnek elégnek. Tehát muszáj megtámogatni egy ilyen grandiózus vizuális vagy zenei elemekkel, és ettől szívesebben fognak bemenni a színházba, és ezáltal szívesebben akarják majd megismerni a táncot is magát. De talán ez a koncepció nem csak Magyarországon, hanem külföldön is még egyedülállónak számít, jól gondolom én ezt? Igen, mi is, amikor készültünk az előadásra, akkor azzal szembesültünk, hogy ez belföldön és külföldön sem eléggé elterjedt téma még, és nem nagyon került még bemutatásra a színpadi táncművészetben, pláne nem úgy, ahogy mi fogjuk azt bemutatni. December 5-én a Nemzeti Táncszínházban, és ezért maximális a bizodalmunk benne, hogy a néző, aki eljön erre az előadásra, vagy jövőre, amikor belföldi vidéki helyszínek mellett közel 30 európai helyszínen tervezünk ezt bemutatni, a néző, aki eljön, ott teljesen biztos, hogy új élményben fog részesülni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk. Én köszönöm a meghívást. Újabb római kori leleteket hoztak felszíre az egykori Buszesz területén zajló régészeti feltárások. Hogy mi minden került elő, arról Mélybik Tamás, a BTM ókor történeti főosztályának régésze számol be. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Ugye a leletek jó része a II.-III. századból került elő, vagy onnan datálható. Miért ilyen gazdag ez a lelőhely ebből az időszakból? Hát ugye tudni kell, hogy az a terület, ahol ásunk, ez a Aquincumi katonavárosnak a polgári település részének az északi határán van, és ebben az időben virágzott ez a település. Ha visszamennénk az időben, mondjuk feltalálnánk hirtelen az időgépet, és vissza tudnánk utazni erre az időszakra, akkor mit találnánk itt? Hogyan lehetne rekonstruálni ezt a területet az eddig megtalált régészeti leletek alapján? Hát ez a terület úgy nézett ki, hogy az első században a rómaiak megszállták Pannóniát, és katonai táborokat létesítettek, mint például Aquincumban. És ez idő után a táboron kívül megtelepedtek kereskedők, kézművesek, illetve a leszerelt katonák is a környékén telepedtek le. Így aztán a tábor körül, a táboron belül nem lehettek civilek, de a tábor körül egyre jobban nőtt egy civil település, ami később rendesen meg is szerveztek, tehát ez nem csak úgy magától fejlődött, hanem irányítottan építették. Milyen városszervezési elvek domináltak akkoriban? Mit mutatnak a mostani leletek? Hát most jelenleg még csak a falmaradványokat találtunk. Még nem tudjuk mindegyiknek a funkcióját, de annyi azért látszik, hogy nagyjából egytájolásúak a falak. Milyen épületek maradványai kerültek elő? Hát mi arra számítunk, hogy itt főleg lakóépületek, illetve ipari létesítményeknek lehetnek a maradványai. De még az is lehet, hogy valami vallási épület is előkerül, vagy más. A tavalyi ásításunkon előkerült egy elég hosszú szakaszon megmaradt szennyvízcsatorna, ami hát nyilván ez is egy épített emlék. Ezt téglával bélelték ki, és kőből rakták ki az oldalát. Majd aztán nagy kövekkel is fették le, ez valószínűleg az egykori járószint alatt volt, és a szennyvizet szállította a Duna felé. Ez azt jelenti, hogy már akkor fejlett szennyvízhálózattal és más infrastruktúrával is rendelkeztek. Ugye a római vízvezetékekről mindenki tanul, ha más nem az iskolában. Igen. De a szennyvízhálózatról szerintem kevésbé. Az kevésbé. Hát ugye a vízvezetékek, az akvaduktok, azok nagyon látványos emlékek. Ugye most a Szentendrei útnak a közepén vannak maradványai. Ezek voltak ugye az épített a felszín fölötti vízvezetékek, de a szennyvizet azt ugyanúgy, mint most, azt a föld alatt vezették el. És akkor egyetlen cső került elő most tulajdonképpen ebből a vezetékrendszerből? Mondhatjuk, hogy rendszer volt? Mondhatjuk végül is, mert ennek a nyugatabbi szakaszán találtunk egy bekötő részt, ami egy sokkal szűkebb,
és más technikával épített bekötő szakasz volt, de mindenképpen hozzá kapcsolódott ehhez a nagyobb csatornához, és úgy tovább ment a Duna felé, ugye a Dunába vezették a szennyvizet. Említetted, hogy különböző ipari létesítmények maradványai is előkerültek. Mire kell itt gondolni pontosan? Hát ugye egy városnak a mindennapi élethez való szükségleteket elő kell állítani. Ez ugye főleg kerámia, de egyéb fémtárgyak, illetve csonttárgyak, számos csonttárgyat használtak a rómaiak, mint például hajtűket, fésüket, játékkorongokat, azt is csontból tudták megcsinálni. Illetve élelmiszerellátásban is hentes, húsfeldolgozás, illetve bőrfeldolgozás, tímárműhely. Egyelőre még ezen a részen nem találtunk pontosan meghatározható ipari épületet, de már vannak arra utaló jelek. Például volt egy része, ahol elég sok faragott csonttárgyat találtunk. Ez akár arra is utalhatott, hogy a környéken csontfaragó műhely volt, de még ebben már nem vagyunk biztosak. Tehát azt kell feltételezni, hogy itt különböző műhelyek működtek, ha jól értem, ugye? Igen, igen. Azt tudjuk, hogy ettől a területről északabbra ott téglaégető kemencék is voltak. Ezek nagyon nagy ipari méretű téglaégetők voltak, ugyanis a római katonák békeidőben téglákat gyártottak, amiket aztán ezzel látták el a környék építkezéseit. Azt kell tudni a területről, hogy ugye ez a városnak az északi határa. A II.-III. században használták ezt, betelepültek be, de a IV. Században ezt a település részt felhagyták. Ők bejebb vonultak a legiótábor felé, és ezt a területet, az épületeket elplanírozták, és temetkezésre kezdték el használni. Miről árulkodnak egyébként ezek a sírok? Mi mindent temettek el az elhunytakkal? Hát a római kultúrában jellemző volt, hogy mellékleteket raktak az elhunyt mellé, így aztán rengeteg kerámia, edény, tál, pohár, üvegedények, számos sértetlen állapotú üvegedény előkerült. Egy részük már ki is van állítva a múzeumban. Illetve mindenféle öltözködési tárgyak. Számos fibula előkerült, ugye ez a ruhakapcsolótű, amivel a ruhát tudták összekapcsolni a rómaiak, és ebből rengeteg 4. századi hagymafejes fibula került elő, amit hát a kutatás úgy gondolja, hogy az főleg katonai tárgy, amivel a katonai köpen kapcsolták össze. Mennyire tekinthetők ezek a leletek kuriózumnak? Vagy viszonylag gyakran kerülnek elő ilyen ruhakapcsoló tűk, hát fibulák? Ezek viszonylag gyakori leletek a 4. században, úgyhogy igazából ami jó, hogy ilyen nagy számba kerülnek elő sértetlen állapotba is, amit aztán restaurálva ki lehet állítani. Ugye a szerves anyagok nem maradnak meg ezen a részen, leszámítva a kutakat egyébként, ahol ugye elég mélyre ástak ahhoz, hogy elérjék a talajszintet. És a tavalyi ástásunkkor előkerült egy kút, aminek az alja az deszkákkal volt bélelve. Idei ástásunk során is találtunk egy kutat, de ezt még nem tártuk föl teljesen, ennek még nem értük el azt a részét, ami egykor víz alatt lehetett. Hogyan kell elképzelni ezt a munkát? Mondjuk találnak egy kör alakú kőből készült leletet, mondjuk így, vagy valami objektumra utaló nyomot, hogyan tudják azt eldönteni, hogy ez például egy kút lesz-e, hogyha lejjebb ásnak, vagy valami más építmény? Hát ezt sokszor mi se tudjuk megállapítani első látásra, ezért nyilván minden fázist azt dokumentálunk, fotózzuk, rajzoljuk, és próbáljuk értelmezni. Így aztán van, hogy előkerül egy folt, azt először ledokumentáljuk foltként, és elkezdjük először félben mondani, hogy legyen egy metszetünk. És aztán ez a metszet ez rengeteg információval szolgál számunkra, hogy milyen betöltései, rétegei vannak, pontosan milyen a formája. Mert hát előfordulhat az, hogy túlbontjuk, mert nem látszik a széle, de az később a metszeten látszódni fog. Mekkora területet tártak fel eddig, és még milyen munkára lehet számítani itt a Folyamőr utca környékén? Most konkrét számot nem tudok. Azt tudom, hogy az idei ásatásunk az durván 2100 négyzetméteren zajlik,
és az eddigi ütemek is hasonló méretűek, sőt a tavaly az még nagyobb is volt. További ütemekről még nem tudok, hogy merre fogunk haladni. Ugye, hát annyit lehet tudni, hogy ahogy délebbre haladunk, ott egyre közelebb vagyunk a Legió táborhoz. Így mi is arra számítunk, hogy egyre több városi, egyre sűrűbb városszövet fog kirajzolódni. Azt meg lehet becsülni, hogy ennek a településnek mekkora lehetett a kiterjedése, és hogyha igen, akkor milyen nyomokból lehet erre következtetni? Hát itt jelenleg biztosan tudhatjuk, hogy a település határán vagyunk, ugyanis a tavalyi ástás során, amikor megtaláltuk ezt a szennyvíz csatornát, kiderült, hogy attól északabbra már nem voltak épített jelenségek, illetve attól kicsit távolabb falusias jellegű épületek kerültek elő, tehát ezek nem kőépületek voltak, csak vályog, illetve fölbevált földházak. Illetve a temetkezés is arra utal, mert voltak ettől a területtől északra korábbi temetkezések is, és a rómaiak mindig városon kívül temetkeztek. Ez nálunk mindig így volt. Milyennek az ásatásnak a legnagyobb eredménye? Ugye ez már egy hosszú ideje tartó munka, rengeteg tárgy, rengeteg lelet előkerült. Hogyha röviden kellene összegezni, akkor mit mondanál, hogy milyennek a feltárásnak, ennek a több éve tartó munkának a legnagyobb gyümölcse? Hát így most azt mondanám, hogy az akvinkumi katonavárosnak az északkeleti kiterjedéséről tudtunk meg még többet. Megtudtuk, hogy itt is van egy temető része a városnak, illetve hogy egészen a Folyamőr utca környékig kiterjedt a fénykorában a város. Köszönjük szépen a beszélgetést! Nagyon szívesen! Friss Kultúrponttal minden szerda este 8 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!